nagyon nagy élmény volt versenyezni akkor a magyar szurkolóbrigád előtt, úgyhogy köszönöm nektek is, hogy mellettem álltatok. Tapasztalatot szereztem abban, hogy amiben én úgy gondoltam, hogy jó leszek ezen a versenyen, az alapvetően itt, ilyen mezőnyben csak egy alap, egy standard, erre mindenki képes, úgyhogy továbbiakban aztán valamiben fejlődnöm. Ami számomra furcsa volt, hogy nagyon féltem a kézenjárós feladattól, az akadálypályástól, és bevallom őszintén, azt a feladatot élveztem a legjobban, mert úgy érzem, hogy ott a teljesítő képességem felett teljesítettem, úgyhogy az nekem nagyon nagy élményt adott. Versenytársaimmal kapcsolatban jóba lettem most egy-két emberrel. Rivalizálni annyira nem rivalizáltam, én úgy érzem, saját magamra koncentráltam, nagyon kedvesek voltak a úgymond crossfit sztárjai, női sztárjai, mivel még nem volt velük semmilyen kapcsolatom, ezért egy közös képet mindenkivel tudtam készíteni, nagyon, nagyon kedvesek voltak, örülök, hogy versenyezhettem velük, nagy élmény volt. Köszönöm szépen, hogy szurkoltatok, köszönöm, hogy akik emiatt eljöttek Berlinbe, hogy itt voltak. Szeretném kiemelni az edzőmet is, Radnai Tamásnak is nagyon köszönöm. Az, hogy Zsófi az edzőtársam is, és egy kis testvérem is eljött, neki is nagyon hálás vagyok. Valamint a szponzoraimnak, az Andrage, aki gyönyörű szép ruhával támogatott, a Szájtek, aki a táplálék kiegészítőmet havonta támogatja, a Atlistól, aki felruházott baromi klassz cuccokkal, valamint a CrossFit Trafónak is, akik állták az utamat, valamint a Szántó Sanyinak is, hogy végig mellettem volt és segített, és a sok szurkolást a CrossFit Everybody-nak, és az, hogy a párom is ezért Szarajevóból eddig utazott, hogy engem megnézhessen. Köszönöm nektek! Sziasztok!